képviselő úr. Sikertelen volt-e ez a kampány az ön meglátásában, és ha igen, akkor miért? A népszavazás eredménye volt sikertelen, kudarc. Én úgy fogalmaztam, hogy kudarc volt. A kampányt különösebben nem nevezném sikertelennek, ugyanis a kampány inkább gyenge volt, inkább nem volt kampány, mint hogy azt mondanám, hogy egy sikertelen kampány volt, vagy hogy a kampány lett volna egy kudarc maga. Egy kampányra való felkészülés, választás, népszavazás esetén az egy sokkal hosszabb folyamat, mint maga a kampány időszaka. Azt el szokták kezdeni hónapokkal, van, ahol fél évvel, egy évvel előttem, és nagyon pontosan tudják, hogy a kampány időszakban mit fognak csinálni, milyen üzenetekkel, milyen eszközökkel szólítják meg a választókat. Mi erre a kampányra nem készültünk. Ha azt mondom, hogy egy napot sem készültünk, akkor nem túlzok. Miért nem készültünk erre a kampányra? Miért nem készülhettünk erre a kampányra? A Romániai Magyar Demokrata Szövetség hosszú ideig azt mondta, hogy az államfő felfüggesztését nem támogatja, a kezdeményezés nem támogatja. Tavaly, amikor a Szociáldemokrata Párt elindította ezt a kezdeményezést, akkor mi egyértelműen első pillanattól azt mondtuk, hogy nem támogatjuk a felfüggesztést. Nem vezet eredményre, nem ez a módszer, hogy az intézmények közötti viszonyt rendezzük, és ezt mondtuk folyamatosan egészen addig, amíg nem került élesbe a dolog, a parlament elé nem került a felfüggesztési kérés. A parlamenti szavazás előtt néhány nappal végigbeszéltük a dolgokat, azóta nyilván nagyon sok idő eltelt, és a kezdeményezéstől a felfüggesztésig is eltelt sok idő, sok minden történt. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a parlamentben megszavazzuk, illetve hát a szenátoroknak, képviselőknek lelkiismeret szerint javasoljuk, hogy szavazzanak, de az nyilvánvaló volt, hogy a nagy többsége meg fogja szavazni a felfüggesztést. Azt is láttuk abban a pillanatban, hogy a felfüggesztés a parlamenten át fog menni. De a felfüggesztéstől kezdődően a népszavazásig alig 30 nap maradt. Miért vállalt el egy ilyen előkészítetlen kampánynak a végvitelét? Ezt nem kellett volna talán elvállalni? Igen. Kampányfőnököt tulajdonképpen az RMDSZ erre a kampányra nem nevezett ki. Kampányfőnök hivatalosan erre a kampányra nem létezett. Na most ez nem jelenti azt, hogy azt, akit megbíztak, valamilyen mértékben nem felelős azért a kampányért, ami volt vagy nem volt, azért, amilyen volt vagy amilyen nem volt. Azt mondták azon a szövetségi állandó tanácsi ülésen, aminek én nem vagyok tagja ebben a pillanatban, hisz a kongresszus után az operatív tanács megszűnt, a SZET megszűnt, de meghívottként részt vettem az ülésen. Az ülés végén azt mondták, hogy tehát itt van egy kampány is rövidesen, egy-két nap múlva, akkor az európai parlamenti választásra kinevezett kampányfőnök foglalkozzon ezzel, alapon lettem én ennek a kampánynak a vezetője.